Verselemzés, Petőfi Sándor, Beszél a fákkal a bús őszi szél. Beszél a fákkal a bús őszi szél. Beszél a fákkal a bús őszi szél. Halkan beszélget, nem hallhatni meg. Vajon mit mond nekik? Beszédire a fák merengve rázzák fejüket. Dél-s est között van az idő. Nyújtózom a pamlagon végig kényelmesen. Keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Egyik kezemben édes szendergőm, szelídeden hullámzó kebele, másik kezemben imakönyvem, a szabadságháborúk története. Minden betűje üstökös csillagként nyarga keresztül magas lelkemen. Keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Aranycsal, s ostor kergett tégedet a zsarnokért megvéni szolganép, és a szabadság egyet mosolyog, s mind, aki híve a harctérre lép, s érette, mint a szép jánytól virágot, sebet, halált, oly jó kedvel veszem. Keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Hány drága élet hult már érted el, ó szent szabadság, és mi haszna van? De lesz, ha nincs, tiéd a diadal majd a csatáknak utolsóiban, s halottaidért bosszút is fogsz állni, s a bosszú állás rettentő leszen. Keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem, mélyen, csendesen. Vérpanoráma leng előttem el, a jövendő kor jelenései. Saját vérök tavába fullnak bé a szabadságnak ellenségei. Egy kis mennydörgés szívem dobogása, s villámok futnak át a fejemen. S keblemre hajtva fejecskéjét alszik kis feleségem mélyen, csendesen. Petőfi ezt a verset a feleségével való megismerkedésének egyéves évfordulóján írta 1847. szeptember 8-án, miközben éppen mézes heteiket töltötték Koltón. De akkor nézzük is, hol foglal helyet a vers az életműben. Petőfi pályáját időben három szakaszra lehet osztani. Harmadik pályaszakaszának egyik meghatározó témája a szerelem. A költő 1846. szeptemberében találkozott Szendrei Júliával. Szendrei Júliáról tudott, hogy tehetséges, hagyományok ellen rázadó nő volt, aki apja áldása nélkül ment hozzá Petőfihez. A Júlia versek a vallomás líra körébe tartoznak, többnyire konkrét életrajzi eseményekhez kapcsolhatók. A lírai udvarlását Petőfi népdalszerű versekkel kezdte, mint például a Júliához, vagy a Szerelmes vagyok én kezdetű művei. A szerelmük váltakozását, a kétségeket és fellángolásokat nyomon lehet követni az 1846 ősze és 1847 májusa között keletkezett verseken, mint a Költői ábránd volt, mit eddig érzek, kezdetű versen is. Az eljegyzés örömét a Bírom végre Juliskámat című vers örökíti meg. 1847. szeptemberében kötöttek házasságot Erdődön. Ezután a feleségének címzett versek már a Hitvesi líra körébe sorolhatók, ahogyan a szeptember végén a Minek nevezzelek és a Beszél a fákkal a bús őszi szél is. Petőfi az egyik első nagyhatású költője a házastársi szerelemnek, mint témának a magyar irodalomban. A vers realista stílusú helyzetkép, műfaja elégia, hangulata elégikus, tűnődő, fájdalmas, ugyanakkor szenvedély, pátosz, fennköltség, erős érzelmi töltés és gondolatiság jellemzi.
A pátosz a görög szenvedés szóból ered, emelkedett, ünnepélyes, szenvedélyes hangnemet jelent. Leggyakrabban a költészetben találkozhatunk vele az óda, himnusz, rapszódia jellegzetes hangneme. A mű címe allegórikus, és a vers első sora az. 5 nyolcszoros, nyolc soros, félrímeket tartalmazó verszakokból áll, az utolsó két sor a refrén. A félrím azt jelenti, hogy csak minden páros vagy páratlan sor rímel egymással, a vers rímképlete így XA, XA, XB, XB. A refrén általában a strófák végének ismétlődő része, stilisztikai szerepe az ismétlés, a tartalom erősítésben, vagy a hangulati meghatározottságában. Rejlik a ballada és a rondó versformának alkotó eleme. A mű verselése időmértékes, ötös és hatot feles jambikus. A vers kompozíciója ellentétre épül. Az ellentétek azonban a beszélő helyzete és gondolatai, a családi idill és a forradalom között feszülnek. A vers egy hangulat megkötő idilli helyzetképpel indul, az őszi szél elmúlását susogó beszédére a fák tiltakozásul merengbe rázzák fejüket. Ezzel a ki nem mondott, csak finoman érzékeltetett halálsejtelemmel áll szemben a szerelmi idill meghittsége, a boldogság beteljesülése, a délutáni kényelmes pihenés. Szerkezetileg két részre osztható, az első szakasz az első versszak, a második versszaktól a harmadik versszakig tart. Az első szakasz az idill tiszta és tökéletes világa, melyet mégis beárnyékol az erőteljes, jelentéstartalmú bús szó. A versszakban megjelenik a külső táj és a belső tér. Az idill tökéletességét a refrénben a szerelmes és szerelmese kettőse teszi teljessé. Ezzel a nyugalommal pihegő mozdulatlansággal kerül ellentétbe a következő négy strófában a költői én egyre szenvedélyesebbé váló elmélkedése, a kiindulás békés csengjétől fokozatosan távolodó lírai hevülete. Ebben a szakaszban bevonódik egy harmadik térbeli sík, a lírai én gondolatai. A második versszakban a szerelmes férfi, ahelyett, hogy átadná magát ennek a nyugodtságnak, békének, látomásokkal gyötrődik. A költő kezében imakönyve, a szabadságháború története van. Az imakönyv Petőfi kedvenc olvasmánya, a nagy francia forradalom története, feltűnhetően Lamartine a Zsirondiak története című könyvéről van szó. Az olvasmányán való töprengés, gondolkodás a kirobbanó érzelem orkán forrása. A költeményben a víziók, látomások és a társadalmi problémák metaforikus, expresszív képei váltják egymást, a beszélő lelkét, szellemét elragadja a képzelet. Ez jelenik meg a harmadik versszak kezdő sorában is, arancsal ostorkerket. A szabadság és a szerelem kettőssége ebben a versben is megjelenik, ahogyan a Szabadság-szerelem című epigrammában is. Ezen fogalmak kettőssége a versben nem eszmeként fogalmazódik meg, hanem a maga realitásában, a mindennapok szintjén. A meditáció a zsarnokért és a szabadságért vívott háborúk különbségétől ível, a csaták utolsóinak, a jövendőkor jelenségeinek már ismert látomásáig, a vérpanoráma iszonyatáig, de közben minden strófa végén megpihen a képzelet a refrén gyöngéden becézgető intimitásában.
Az indulatok csatája tombol, égzengés és villámcikázás tölti meg a végső képet, s közvetlen mellette halkan pihen a refrén, jelezve a roppant távolságot, a bús őszi szél halk beszélgetése és a kiszabadult érzelemvihar között. A refrén szinte visszarángatja a lírai ínt a gondolataiból a valóságba. Pátosz, fennköltség, erős érzelmi töltés és gondolatiság jellemzi a szöveget, amelyet a szakaszvégi ismétlés csendes, ringató nyugalma ellenpontoz. A refrénnek nem csak az ellentétezése funkciója, hanem az indítókép, az idill folyamatos visszaidézése. A vers nem csak Petőfi sajátos gondolkodásmódjáról árulkodik, hanem megjelenik benne annak a proféta vátesz szerepnek néhány motívuma, Petőfi politikai költészetében meghatározó, amely megjelenik a 19. század költői című versben, illetve az Apostolban is. A forradalmi látomás verseinek sorát a Levél Váradi Antalhoz című nyitja meg 1846-ban, de ide sorolható a Beszél a fákkal a bús őszi szél című is, amelyben a látomás versek tematikája a szerelem tematikájához kapcsolódva jelenik meg. I. és Gyula a következőket nyilatkozta Petőfi ezen verséről. A Koltói első szerelmes versnek nem a szerelem a tárgya. Júlia jelen van benne, de nem csak testi valóságában alszik. A csendet jelenti a légkör túlfeszült figyelmét, mely alkalmat és indokot ad a költőnek, hogy nagy művész virtuozitással egy mennydörgő, földrengető motívumot a leghalkabb pianóban játszon el. Köszönöm a figyelmet!